Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egy többszörösen rendhagyó hagyó vezérlés extra következik most. Először is itt ülünk a stúdióban, a egy másik műsorunk stúdiójából, Kisner Erikával és Pálinger Katalinnal. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor most ilyen körben és ebben a helyszínben fogunk beszélgetni, és hármasban ugyanúgy, ahogy megszokhatták, ugye általában Borsos Attilával kérdezünk és beszélgetünk valakivel. Most ez, ez a, hármas most így változik, hogy Erika és Kati beszélget velem. Ennek az azaz... a... Azaz... kérdezünk, bocsánat. De bármikor így van, kérdezhettek nyugodtan. Ennek ugye az az oka, mert beszélgethetnénk négyesben is, hogy felvételünk napja december 28-a, pár óra múlva a Veszprém játszik a Kiel ellen Kölnben, a Final Foron, úgyhogy Attila lélekben velünk van, testben pedig Veszprémben, illetve nem Veszprémben, hanem Kölnben, és várja, hogy a Veszprém legyőzze a Kielt és döntőbe jusson. Mi pedig sokkal inkább a női kézilabdáról fogunk beszélgetni, hiszen ti ketten vezetitek a női szakágat, ugye a női szakágért felelős alelnökei vagytok a szövetségnek, túl vagyunk egy Európa-bajnokságon, mondjuk úgy, hogy inkább kevesebb, mint több sikerrel végződött magyar szempontból ebén, és arról beszélgetünk, hogy ha már valamiféle értékelő műsort csinálunk, akkor adjuk meg a módját, ezért ülünk most itt, és ezért köszönöm, hogy eljöttetek. Egy kicsit mellékvágányra terelném, és rögtön az elején láttátok-e Szalai Ádám motivációs beszédét a minap, amit az Izland meccselő tartott? Igen, én láttam, és a hidegrázott, jó értelemben, és tényleg a hátam, mert e, amit ott elmondott, számon e, e, számomra egyetemévé tette, hogy mérő a, 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 vezére, vagy a csapatkapitánya ugye a válogatottnak, és, e, és ahogy, ahogy össze tudta hozni a, a a nehéz helyzetben lévő ápolókat, orvosokat, akik tényleg most a, úgymond a frontvonalban vannak, és ahogy tudtam ott motiválni a fiúkat, tehát így kimenni a pályára, tehát nem lehetett szerintem ö, föladni egy percesem, és tényleg csak gratulálni tudok neki, hogy ilyen szinten tudta őket motiválni, és amit ott lenyomott, az az óriási volt. Én is láttam, természetesen azt gondolom, hogy mindenki, aki sportban él, és körülöttem mozog, hogy valaha játékos volt, vagy sportvezető, szerintem az mindenki megnézte és nyilván nekem is a, átfutott az agyamon az, hogy de jó lett volna, ha, ha nem nem is. nálunk is véletlenül is egy ilyen beszéd, vagy, vagy lehet, hogy meg kéne hívni Szalai Ádámot az olimpiai selejtezőre, de hát nyilván fontos, hogy legyenek ilyen karakterek a, egy, egy jó csapatban, és egy, egy jó csapatban vannak ilyen karakterek. Szóval, Illetve, bocsánat, igen, csak így hogy ez vezér, tehát ő, ő olyan szinten vezér a, a pályán kívül is, ami nagyon nagyban meghatározza a csapatot magát. Így van. És benne meg összeadottak az érzések, amik bennetek fogalmazódtak meg, mert egyrészt, ami, amit erre mondott, hogy igen, tehát nekem is a hideg a hátamon, és a következő meg az volt, hogy, hogy fú, de jó lenne, hogyha ha lenne ilyen vezéregyénisége, a női kézilabda válogatottnak, mint ahogy egyébként volt, egyébként bármelyik ötök is elmondhatott volna a pályafutásodok során ilyen beszédet, de ugye abban egyetértünk, hogy most nem nagyon tudjátok elképzelni, hogy hogy bárki ezt felvállalná, és meg is tudná olyan nyomatékkal csinálni, hogy azt Ádám. Fel kell, hogy vállalja valaki. Valakik. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból nagyon jó, hogy, hogy ott van, és, és azért ő nagyon sok mindent felvállal, hiszen egy olyan tapasztalt játékosról van szó, aki ugye most már a padon tevékenykedik, tehát az edzőstáb része, de azért még mindig olyan hatása van ezekre a játékosokra, hogy, hogy, igenis elfogadják a mondandóját, de nyilvánvaló, hogy kell valaki, aki a pályán van, és, 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 hasonló habitussal bír, hasonló, hasonlóan fel tudja rázni a csapatot, úgyhogy ez is az egyik feladatunk egyébként, hogy ezt erről megbizonyosodjunk, hogy ki az, aki erre alkalmas. Szerintem a csapatkapitány Kovacsics Anikó feladata ez, és, és szerintem alkalmas is rá, mindent meg fogunk tenni annak érdekében itt az elkövetkezendő hónapokban, hogy, hogy, hogy ezt átadjuk neki, és, és felvértezzük arra, hogy képes legyen, ha nem is ilyen habitusú beszédet, de, de arra, hogy hatással legyen a csapatra egy, -egy fontos meccs előtt. Én úgy gondolom, hogy, hogy nem attól csapatkapitány valaki, mert minden meccsen jól játszik, hanem attól csapatkapitány, hogy az ő szemlélete, az ő, ő Habitusa kell, hogy érvényesüljön a pályán és az öltözőben is. Tehát nem kell ahhoz mindig 8-10 gólokat lőni és, és szenzációsan játszani. De igenis, hogy ha, ha, ha gond van, akkor neki a, a sarkára kell állni, és föl kell rázni a, a csapatot. És a csapatnak is el kell fogadni azt, hogy, hogy azért választották őt, mert ő egy vezér, ő erre képes, Mondom, nem, nem kell ahhoz mindig hogy nyújtani a pályán, hogy ezt valaki ö, meg tudja csinálni. Lásd a Ádám sem mindig nyújt, szá nyújt nyújt, nyújt a pályán, de, de, ő tud egy ilyen vezér lenni, és ezt kell nálunk is. Akár az is előfordulhat, hogy leültök Anikóval erről beszélni, és elmondjátok neki, hogy figyelj, Misike, mert ugye kézzelabdás berkekben az Anikót nem nagyon használják, de, de. hogy akkor, akkor, neked ez is a feladatod, és, és, ez hozzátartozik a csapatkapitányi szerephez, mert ez egy szerep. Igen, én, én ezt már el is mondtam neki egyébként, Anikor egy teljesen egyetértett, tehát tudja, hogy neki ez is a feladata. Én, én nagyon sok ö, éven keresztül voltam a válogatottban is szöve, ö, csapatkapitány, és tudom, hogy azért ez nehéz. Tehát az ember, amikor nem úgy teljesít, akkor sokkal nehezebben áll ki a csapat elé, és mondja azt, hogy akár búzító beszédet, akár kicsit számon kérő, akár, akár egy picit megrázni a másikat. Ö, sokkal nehezebb úgy, és szerintem Anikónak nem ment úgy az ebén a, a, játék, hogy, hogy ezt felmerje vállalni, de, de valóban ezt elmondtam már neki, és el is fogjuk még egyszer, megerősítjük abban, hogy igenis, azért vagy <coughs> a kapitány, és hogy erre mondta, azért választották őt, mert megbíznak benne, is, és elhiszik. Függetlenül ettől azt gondolom, hogy több karakter is kell, több, több erős személyiség is kell, és több több játékos is kell, hogy felvállalja a véleményét, és, és kiálljon nem csak pozitív szituációkban, hanem amikor, amikor baj van, akkor is. Jó, akkor most kanyarodjunk egy kicsit vissza az EB-hez. maradtunk, hogy nem fogjuk hosszasan, és főleg nem aprólékosan elemezni, hogy mi történt, de hát azért nagyon kíváncsi mindenki, én is őszintén. szólva, hogy bennetek, hogy ülepedett le ez az Európa-bajnokság? Azt is ö, kitárgyaltuk ki, hogy nem is baj, hogy eltelt pár nap, így ezt a tényleg egy kicsit távlatból lehet visszanézni rá. Tizedikek lettünk, két meccset nyertünk, nagyjából ezek a száraz tények. Igen, én úgy gondolom, hogy mindenki többet várt, tehát mi is többet vártunk, a csapat magától többet várt, a játékosokat több, játékosok is többet vártak maguktól, tehát itt, itt mindenki többet várt ettől a, a, az egésztől, ha már meg kell néznünk az előzményeket, ugye volt egy egy, egy Covid helyzet, ahogy tudjuk és ahogy, amilyen információnk van, úgy tudjuk, hogy a magyar csapat volt a, a legjobban Covid sújtotta csapat, tehát nálunk volt a legtöbb Covidos játékos a, a az EB előtt, volt olyan, aki három-négy hétig nem tudott edzeni, volt a játékosunk, aki a, a, az EB előtt két héttel lett először negatív, tehát ugye voltak ilyen problémáink, és sajnos ez a, az állóképességre, a, a fizikai teljesítésre nagyon rá, teljesítményre nagyon rányomja a bélyegét, hisz, hisz tudjuk olyan, tehát volt olyan játékosunk, aki még júniusban volt covidos, augusztus elején még úgy volt, hogy szívoperációt kell rajta egy rutin műtétet, mert annyira fölment a, a, kúzus, no, a covid bocsánat, Csak azt gondolom, hogy ha az EB előtt ezt nem nagyon erőltettük, ezt a COVID-témát, akkor utólag sem túl elegáns, mert az összes többi csapat, a horvátok nem, nem tudott eljönni a bl ben játszó ö, garnitúra, mert, mert COVID-osak lettek. Tehát szerintem ez ugyanúgy érint mindenkit. Lehet, hogy most nálunk egy kicsit több játékos, de gondolom nem ez a fő tapasztalat. Nem, 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 csak azt mondom, hogy csak, csak az elején, hogy igen. Vissza, visszatérünk erre. Nem a fő tapasztalat, ugye, hogyha ha van a pozitívumok és a negatívumok, ugye meg fogjuk vizsgálni, tehát meg, megvizsgálunk minden, minden, tényezőt, ugye én a pozitívumokra, ha, ha, már előre tekintünk, és azt nézzük, hogy van, lesz egy olimpiai selejtezőnk, és, és bízunk benne egy olimpiánk, ugye pozitívum az az, hogy, hogy ugye látjuk azt, hogy, hogy, amikor tényleg mindenki közel tudása, tudásához a játszott, akkor volt egy szermi meccsünk, amit nagyon szépen lehoztunk. Azt látjuk, hogy a terhelésben, mondjuk egy 40-45 percig a hollandok ellen nagyon jól tudtunk teljesíteni, és illetve tudjuk, látjuk azt, hogy egy románok ellen hogy tudunk küzdeni. Tehát ez a három pozitívum mindenképpen levonható, és ez a három, ha összeérik az olimpiai selejtezőn, akkor Hát akkor Kati Rádvár ez a hálátlan feladat, hogy a negatívumokat említ. Tartok tőle egy kicsit több van, mint három. Köszönöm. Köszönöm. Jó, de hogyha... haragudj! De, Egyébként de, 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 de. tényleg, tehát oda lehet tenni azt valóban, hogy a Covid, hogy, hogy láttuk az edzésmunkán, munkán a felkészülésben, hogy, hogy nagyon sokan, ugye ismerik biztos uh, a kedves nézők is sokan, hogy polárrendszerrel dolgoznak most már a sportolók, ahol mérik folyamatosan, monitorozva van a, 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 pulzus, és ezeknél a játékosok tényleg nagyon sokszor piros zónában volt, tehát nem tudtak olyan edzés munkát végezni. Nyilván azt is el lehet mondani, hogy kevés volt az idő, a többi csapatnak is kevés volt az idő, tehát nagyon sok mindent Tudunk mondani, ami nekünk se tetszett, az valóban a kép, tehát még azt sem mondom, hogy lehetünk mi tizedikek, hogyha, ha úgy, hogy kikapunk Visz. egy góllal és küzdünk, hiszen az előttünk végző csapatok, a, a, talán a horvátok kivételével, akik pedig csodát tettek ezen az elbén, nem mondom, hogy mindig minden esetben meg kell őket, meg tudjuk őket verni. De, de, az egésznek a képe nem tetszett. Tehát, hogy az első meccsen bekerültünk egy olyan negatív spirálba, amit aztán utána szerencsére összeszedtük magunkat, és össze tudtuk szedni, és valóban ezekbe tud, próbálunk mi is kapaszkodni. De az, az, egész, és én mindig játékos párti voltam, tehát tőlem tényleg, aki hallgatott párszor, vagy nézett, amikor, amikor ilyen értékelő műsorokban voltam, én soha egyetlen játékost sem kritizáltam, szittam, de azért most nem szabad, hogy levegyük az ő felelősségüket se. Tehát elő kell őket is venni, hiszen ez a teljesítmény kevés lesz. Az összkép, tehát mindenki, biztos, hogy nekünk is sokkal többet kell tenni, nekünk, többet kell tenni az edzőknek, többet kell tenni a játékosoknak. Jó. Ez így az összkép, azt gondolom. Igen, hogy. igen, szerintem ezzel úgy nagyjából mindenki egyetért. Vannak ilyen bástyák, vegyük -e ezeket külön-külön, és akkor mondjátok el a, a véleményeteket. Kezdjük ezzel a lelki nyomással, ami gyakorlatilag ezt, jó, én, ezt, én ezt nagyon... Jó, én, én, na, na, te, te. Ez az egy, amit mindenkinek biztos, ezt már megbeszéltük, hogy el ezt... mondani. Ilyen nincs. Tehát Ugye? az élsportolónál az, hogy ráadásul úgy, hogy amikor volt tét, akkor az volt a baj. Ami, hát most nincs kicsit ért, ilyen nyúszik ha van rajta a sapka nincs akkor, rajta. Sapka. Igen, akkor az a igen, baj, igen. A, a, ha van néző, akkor az nem jó, ha nincs néző, akkor az nem Tehát ezt fel kell dolgozni. Tehát én ezt, hogy a saját magunk által nyom, ezekben nem hiszek. Tehát egy, egy, egy játékos, aki Olimpikon akar lenni, és Olimpiára akar menni, és egy Olimpián az is hír, hogy iszol egy pohár vizet. Tehát ott, ott olyan központi figyelem van, tehát ezt fel kell dolgozni. Na de mégis miért lehetett ez? Mert maximálisan szerintem mindenki egyetért veled, Na de mégis itt egy csapat. Amelynek nagyon sok rutinos tagja is van, meg ott volt egy sportpszichológus, meg úgy nagyjából minden feltétel adott volt ahhoz, hogy ne legyen nyomás, elvárás sem volt, nem kellett érmet nyerni, stb. 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 Tehát ugye az ember ugye elgondolkozott, hogy úristen, mitől van most ez? a... Igen, ezt, ezt mi is a, a Katival erről sokat beszélgetünk, és vizsgáljuk ennek az okát, illetve inkább a megoldást keressük rá, mint, a, mint a, az okot vizsgáljuk. Mert úgy gondolom, hogy tehát minden játékos, aki ott van profi sportoló, ebből él, egy célja lehet a főmegy a pályára, minden meccset meg akar nyerni a sorra játékosok ugye akár a Magyar Bajnokságban, EHF kupában, BL-ben edződnek, ahol szintén van tét. Ha most fölmegy valaki, és a BL-ben, vagy bár, bárhol mindig tétre játszunk. A tét az, hogy meg kell nyerni a meccset. Tehát az, hogy most, most van tét, nincs tét, mi, ilyen nyomás, olyan nyomás, tehát ezzel én sem nagyon szeretek foglalkozni, vagy nem értek egyet, Az látjuk, hogy, hogy, valami gond van, és ennek a megoldását mi is, mi is keressük. Ez, én úgy gondolom, hogy nem egy-két nap alatt tudjuk meg a azokát se a megoldását. Ezen dolgozunk, hogy hogy ebbe előrelépjünk, mert már az olimpiai egyetkezően ezt, ezt Igen, jó. addig meg kell oldanunk. Mindjárt rátér, Igen, rátérünk. Igen, nem, csak erre, azt mondom, hogy, hogy addig meg kell oldanunk, addig még van két és fél hónapunk, mert ott már nem lehet azt mondani, hogy elnyomja, tehát rányomja a játékra a tét a súlyát, lelkileg nem bírják el a játékosok, ott már nincs. Hát, ilyen. Mert... Na de ha valahol lesz tét, akkor ott no, Aztán. aztán Igen, de azért mondom, hogy így addig van, ezt van. meg kell oldanunk, hogy ez már ott neki nekifogás legyen, hogy nem bírták el a tételt, ilyen lelki nyomás volt, stb. Tehát ez, ez nem fog. Erre mindjárt, visszatérünk. Jó, beszéljünk egy kicsit a két edző személyről. Már ugye eleve a felállás egy teljesen rendhagyó és újszerű ö, dolog volt. Hogy érzitek, működött ez a két edzős modell? Ha nem működött, akkor miért nem működött igazán, és mitől működhet majd két hónap múlva, mert két hónap múlva működnie kéne? ugye, amikor a két szövetségi kapitányt kineveztük, ugye Kim Rasmussen ügye miatt kellett végül is gyorsan dönteni, hogy, hogy ki lesz, hiszen azt az, 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 gondolom február körül igen, igen. kineveztük ki a két, ez, akkor mi a márciusi olimpia se. Hát Tehát ez egy tűzoltás volt, teljesen Mindenki... Azt gondolom, igen. hogy a, a, Covid helyzet, és az, hogy az a sok kérdés, hogy lesz-e olimpiai selejtező, lesz-e Európa-bajnokság, lesz-e olimpia, ez nyilván mindegy olyan helyzetet szült, hogy hogy nem gondolkodtunk azon, hogy akkor most váltsunk így, hogy nem egy hónapra választunk szövetségkapitányt, nem egy feladatra, hanem egy hosszabb távra, hiszen azért egy majdnem egy másfél éves ciklusról beszélünk az olimpia selejtező, az olimpia végéig. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, akkor kézenfekvő volt, hogy a. a, a az itthoni két vezető élcsapatunknak a, a két Már az edzége. akkor az tavaly évelején, amikor még egy hónap volt Erdoárdány. az olimpiai igen, igen, igen. vagy mert ugye nyáron végül is aztán úgy döntöttetek, hogy maradjon igen, de hát akkor ez méngetek? a páros. Tehát akkor igen, de akkor sem tudtuk még, hogy mi lesz. Most hm. mi, mire föl, tehát szerintem teljesen indokolatlan lett volna az, hogy ráadásul nincs is olyan sok edző azért a piacon, hogy azt mondjuk, hogy akkor most tudjuk, hogy jövőre lesz olimpia, és lehet, és lesz olimpia, hiszen nyáron sem tudtuk még, hogy lesz olimpia jövőre, még most sem tudjuk tulajdonképpen, Igen. tehát azért még most sincs, az sem lefixálva. Hát ebéd is csak Jó, két héttel az ebéd, szerintem, szerintem ez előtt, egy adott helyzet, több Igen. ér szólt mellette, mint ellene, én is azt gondolom, Igen. viszont azt láttuk, hogy mondjuk a maximumot nem tudták kihozni belőle, hogyha finoman fogalmazunk. Szerintetek miért nem? Beszél, beszéltetek már? a Gáborokkal az EB óta, ők, ők, hogy érzik, és hogy látják, hogy, hogy, hogy lesz ez majd nagyon hatékony? Beszéltünk, és beszélni is fogunk még velük. Én úgy gondolom, hogy, hogy az EB ez arra jó volt, hogy ők is megismerték egymást, a munkamódszert, hogy tudnak együtt dolgozni, de ez, ez az elnökségnek lesz a hatásköre, hogy, hogy eldöntse és megvizsgálja, hogy ez a rendszer hogy fog tovább működni, párhuzamosan vezető, edző és, és más másodedző szerepben, de ez tényleg ez, a, ez az elnökség hatáskör, hogy ezt, ezt, ezeket akkor, a Akkor, akkor ki... nektek a fejetekben van egy ilyen elképzelés esetleg, hogy ez egyikük legyen a szövetségi kapitány, a másik meg deklaráltan segítse a munkáját? Minden mérkőzés után hosszas konferencia beszélgetést folytattunk. Ugye sajnos nem tudtunk kimenni a Covid helyzet miatt, jó lett volna talán személyesen már akkor egy picit csapattal is és a, és a kapitányokkal is beszélni, de minden egyes meccs után nagyon hosszan beszéltünk telefonon velük. Ö, ott kijöttek a hibák, ők is látják, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Ö, minden oldalról bekértük az anyagot, tehát a csapat körül dolgozó stábtagoktól, a játékosokkal kommunikálunk, Görbicszánitával kommunikálunk, most a játékosokkal is személyesen, mindenkivel szeretnénk leülni, beszélni, és nyilván egy célunk lehet, hogy az olimpiai selejtező teljesen mindegy, hogy milyen felállásba, milyen módon, de az olimpiai selejtezőn <laughs> meg kell vernünk a két csapatot legalább. És az, hogy mi lesz a javaslatunk, azt nyilván szeretnénk ezt összefűzve, összedolgozva az elnökség elő előterjeszteni, és sok minden lehetőség van a fejünkben, de nyilván az elnökség fog erről dönteni. Jó, tehát akkor csak ha jól értem el, akkor most beszereztek minden szükséges információt, és meddig van határidőtök erre, mert ugye annyira kevés az idő, hogy... Január, bízunk benne, ugye az a terv, hogy január első hetében lesz elnökségünk. És, és akkor addig... oda, ti már beterjesztetek egy javaslatot, hogy hogy kéne ezt a, az olimpiai sörejtet. A, a, megkapott információk birtokában, igen. Uh -huh. Jó, hát ez egy, szerintem ez egy jó kezdeményezés, és mindenképpen érdekes fejlemény abból a szempontból, hogy senki nem tudta, hogy az Danyi Gábor az deklarálta, hogy eszébe nem jutott egyiküknek sem, hogy feladják a munkát, kevés is az idő, de az is látszott, hogy ez nem működik igazán jól ez a, ez a rendszer, tehát valahogy bele kell nyúlni. Ján, nem, az nekem azt se lett volna szimpatikus, hogy bármelyik feladta hát, volna, tehát az is egy érték. De mondom, itt, itt, kompletten a játékosokkal is kell beszélgetni, tehát egy picit talán személyesen is elmondani, hogy, hogy átérezzék, hogy, hogy sokkal nagyobb tétje van ennek az olimpiai selejtezőnek, mint, mint talán ők azt gondolják. És mondhatjuk megint azt, hogy, hogy igen, a csapatunk 70%-a nagyon-nagyon fiatal, tehát még talán át sem érzik azt, hogy mit jelent ez a sporták tekintetében egy ilyen, hogy az a csapat ott lesz az olimpián, vagy de talán egy picit próbálunk ezen ezen segíteni, hogy meg, megértessük velük, és, és, és tudják azt, hogy miért fognak így egy válogatott mez, ez mit jelent, sokkal többet, mint azt ők gondolják, és e, ugye visszakanyarodva megint a sok éve hallott junior világbajnokkaink, akikre nagyon büszkék vagyunk a mai nap, de hát látjuk, hogy mekkora különbség van, megint, megint szembetűnő volt a különbség a, a junior és a felnőtt mezőny között. Hát igen, ugyanakkor ugye nagyon nagy számba kerültek be, junior Ez világbajnok van. játékosok, és azért mindenkiben felmerült a kérdés, hogy hát jó, de hol vannak azok a 25-26 hát, éves? Igen, Egy, az mindig és mindig akkor hol mondjuk, vannak? Két, 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 generáció, tehát két teljes korosztály, akiknek most 30 éves kor körül kellene lennie és olimpiára top formába vinni a csapatot, nincs. De, ho, de miért? Hát gondoljunk bele, hogy hány 30 van bármi éves Van tudom, igen. De van róla elképzésedek, hogy miért nincs? Mert mert azért... Teljesen, tehát nem, nem egy-két éveset esett ki itt, hanem, hanem kompletten 5 hat hét tehát ez volt. borzasztó, igen. 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 Tehát és talán ez a... volt a... Az, az, az a legrosszabb személy szerint nekem megemész, hogy amikor mi a sikereket megéltük, ugye akkor azok a lányok, akiknek most kéne odaérni, akkor kezdtek el töltőnkában kézzel akkor voltak junior korosztályban, tehát most kellene odaérniuk, hogy... Hogy esetleg, és, és nincs. Tehát De ugye most... akkor már javában működött az akadémiai rendszer, tehát akkor, akkor valami valami mégis elcsúszhatott itt. Akkor az még elmond, akadémiai nem? rendszer, tehát most hogy a, pont, pont most volt 20 éve, ugye, hogy ebét nyertünk, meg a, az olimpiai ezüst, 2003, ugye akkor 17 VB éve érzést. volt a VB ezüst, tehát akkor az, az akadémiai rendszer még De nem, nem működött. Be, nem úgy értem, hanem hogy mindig az elmúlt nem, nem, nem tudom pontosan hány éve. nek az 7 éve működik, tehát hogyha akadémiáról beszélünk, akkor mondjuk 7 év távlatában kell beszélnünk. Mi sem tudjuk, hogy hova, hova tűnt egy legalább <kül> egy generáció, de lehet, hogy, hogy kettő generáció, mert ha azt nézzük, hogy akkor, hogyha 20 éve történt valami, ugye az a, a mostani junior válogatott tagjai a körül születhettek, vagy egy-két évvel Így van. korábban, tehát Így van. ők ugye még azt sem mondhatom, a tévében láttak minket akkor játszani, mert még ugye csecsemők voltak nagyjából, és egyszerűen nem tudjuk, hogy, hogy azok, a, azok az akkor mondjuk 10 éves játékosok, akik mondjuk ilyen 90-es születésűek, azok hol vannak most, és hogy tűntek el, ez, erre is keresjük a választ. És azt megnézed hogy a, a, a mostani olimpiát, ha, ha ezt félretesszük, és azt mondjuk, hogy akkor, akkor tulajdonképpen ott a, a Misike, a Nada, a, tehát a Lukácsvica, a Sacil és a Anikó lesz abban a korosztályban amiből kellene, hogy legyen még, még 10-12 még játékos, így és van, kellene, hogy legyen 3-4 kis fiatalabb. És ezek a 20-21 éves játékosok, ezek nem is Párizsra, hanem majd 20-28-ra mondhatjuk azt, hogy akkor lesznek hát 28-29 évesek, akkor lesznek tényleg az abba a topforma, amiben most látjuk a norvégokat, sőt a norvégok hát ugye 35-36 évesek. Ugye a norvégoknál ketten voltak abból a junior korosztályból, ami nálunk a félkeretet adta. Nálunk egy komplet, komplet csapatot szültünk. Igen, mindenkiben vagy át kell értékelni azt a junior világbajnoki címet, és el kell gondolkodni azon, vagy föl kell tenni oké, okay, de csapatként nyilván nem lehet átemelni egy korosztályt a, a felnőttbe, és szerintem most itt ezt láttuk, hogy. Abszolút, biztos, de biztos nem volt más lehetőség. Igen, Tehát nem igen. az van, hogy kivittünk 8-20 évest azért, hogy majd fejlődjenek, és itt hagytunk helyette sokkal jobb 26 Senki éveseket. nem tudna 5-6 játékos, akinek van, úristen ott van. lett volna a helye, de, de nem, nem volt. Talán egy-kettő. Igen. igen. Na jó, nézzünk előre, mert ha már a legnagyobb problémánál tartunk külső szemmel, Az tűnik a legnagyobb problémának, hogy nem, hogy borzalmasan kevés az idő, március hanyadika az oli? Március 19, -21. 19 tehát ez gyakorlatilag két és fél hónap, hanem a klub élet az zajlik, három nap van deklaráltan ugye arra, hogy, hogy együtt készüljön a válogatott. Igen, ugye az hát, a baj, ez, ideális esetben sem ideális. Igen. mondjuk úgy, ha megnyertük volna az ebéd, ez akkor is kevésnek tűnne. Igen. Ugye az a baj, hogy a, a, az elmaradt meccsek miatt, ugye, amik most az őszi szezonban elmaradtak, illetve az EHF kupa a BL meccsek miatt ilyen szerdaszombat beosztásban kell játszani a csapatoknak, és még arra sincs lehetőségünk, hogy valamikor a két hónap vagy a két és fél hónap között csináljunk legalább egy-két napos összetartásokat, mert egyszerűen a, 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 klubok meccsei miatt nem fér bele. És ugye ez, amit mondtál, hogy ez a há három nap, ez a, ez a legrosszabb verzió, ez azt jelenteni, hogy vasárnap játszik idegenben valahol mondjuk a Fradi vagy a Győr, illetve nem tudjuk most, hogy Győrnek kell játszani, vagy nem, mert még az nem teljesen tiszta, de mondjuk a Fradi idegenben játszik vasárnap este valamikor, hétfőn hazaérkednek, és akkor a kettszer a csütörtök, tehát három napi felkészüléssel tudunk menni egy pénteki, szombati, vasárnapi olimpiai selejtezőre. Jó, hát csodát nyilván is sem tudtok tenni, vagy újabb napokat besúvasztani oda, ahol nincs hely Viszont nem tudom, hogy hallgattatok-e ilyen kézi vezérlést. A korábbiakban Attilának volt egy egészen szokatlan felvetése ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ördögtől való a gondolat, de az is lehet, hogy nem. Hogy miután ugye tényleg a Fradira épül ez az egész ö, magyar válogatott, nem lehet, most ezt a többszörös idézőjelbe, teszem, mérőt, meg Rónának érte beáldozni a Fradinak a, az idényét, legalább valamilyen szinten a válogatott érdekében, és azt mondani, hogy ebben a két hónapban kell Gábornak, Elega Gábornak válogatott szemmel is dolgoznia, és ö, mert gyakorlatilag nem nagyon van más választás, úgy tűnik. De nem is kell választani. Tehát a, most jelenleg a klubérdek és a válogatott érdek ugyanaz. A klubérdek az, hogy az a kilenc ö, játékos, ami, aki most jelenleg a, a Fradiból jön a válogatottba, az top formába kerüljön. Ez a klub érdeke. De ugyanaz az érdeke a válogatottnak is, hiszen, hogy, hogyha a klubjában jól játszik, megfelelő erőállóképességben van, stb., akkor Na de úgy ha fogod... ez ilyen egyszerű lett volna, akkor most az ebén is jó csapatunk lett volna, tehát valamit azért máshogy kell csinálni. É, ö, én úgy gondolom, hogy tehát a, a Fradi volt a második csapat, akit, oké, okay, nem beszélünk Covidról, de a, más, a Fradi volt a, a, a következő csapat, akit a legjobb jobban sújtott ugye a fertőzések szempontjából, talán már csak öten vagy négyen nem voltak ott a, mm. a Fradiból covidosak, tehát őket a, kapitányok elmondása szerint is, meg a, ugye, amiket bekaptunk eredményeket, az értékek, amiket produkáltak, amiatt, hogy ugye három-négy hétig nem tudtak edzeni játékosok, plusz utána jöttek még a másik játékosok, miatt a karanténok, tehát őket viselte meg elvileg a legjobban, akik adják a legtöbb játékos. Tehát most a következő két és fél hónap bízunk abban, hogy már a túlnyomó többség túlesett, Rajta, és tudnak normális edzésmunkát munkát végezni, bízunk benne, hogy ez, ez, ez csak pozitív hatással lehet a válogatottra is. Ö, ti, mint a szakágért felelős vezetők, alelnökök, kézbe veszitek, irányítani fogjátok ezt a két hónapot, hogy ez hogy zajlódjék a válogatott szempontjából? Számon kéritek esetleg, hogy, hogy milyen munka folyik, vagy ez a két kapitány felelőssége ebben a két hónapban? Én úgy gondolom, hogy is is. Tehát nekünk, mivel annyira rövid az idő, én úgy gondolom, hogy a napi szintű munka, munkát kell nekünk is végezni, ahogy a Kati is elmondta, elmenni a játékosokhoz, leülni velük beszélni, keresni azt a, azt a motivációs csapatot, aki esetleg tud nekünk ezen az egészen segíteni, hogy a játékosokat szintén leül velük, monitorozza őket, kinél mi a, a kulcs ahhoz, hogy, hogy beindítsuk azt a dolgot, amit be kell indítani, Persze a szabad kapitányokkal folyamatos kapcsolattartás, hogy ők hogy látják a játékot. ők egymással, például, hogy egyáltalán mikor lesz nekik módjuk, meg idejük ebben a hihetetlen meccs tengerben azzal foglalkozni, BL van, bajnokság van, hoppá itt meg lesz egy olimpiai selejtezés, válogatottat kell összerakni valahogy. Nagy, nagy változás a csapaton szerintem, nem hiszem, hogy lesz. Hisz, hisz a, ha, ha most a csapatot megnézzük, az a 19 játékos, aki kint volt, mondom, egy-két fő változás esetleg lehet benne, de a legjobb 19, az aktuálisan a legjobb 19 játékosa volt kint most Magyarországnak. Ha nem akarok nevekben belemenni. Egy poszton nem feltétlenül értünk egyet, az a beálló poszt. Hát, ha már van egy olyan honosított játékosunk, mint Asmael Geoy, aki tényleg szóri a gólokat a Vilcsában, és van -e magasan a leggyengébb osztunk a beálló, ezt nehéz lenne tagadni eredményesség szempontjából. Akkor nem, el, nem érdemes elgondolkodni azon, hogy egy ilyen elképesztően fontos meccsen vagy három meccsen bevetni? Bár ez, gondolom, ez kapitányi kérdés nyilván, Igen, tehát abszolút. nektek is nagyon óvatosnak kell lenni ezzel kapcsolatban, de talán ez az a poszt, ahol ez, ez nagyon egyértelműen látszik, hogy itt legalábbis ez egy kérdőjelet lehetne. De nagyon kérdés az, hogy, hogy ő mennyire tudna ebbe illeszkedni. Tehát ő győrbe abszolút nem hozta azokat a hozzáfűzött reményeket, tehát nagyon-nagyon nehezen illeszkedett be. Most taktikailag mondom, mert egyébként egy, egy nagyon aranyos lány, és, és tényleg nagyon kedves, és csupa szív játékos, és nagyon jó játékos, de, de abszolút nem volt alkalmas arra mondjuk, hogy egy taktikai elemet egy hét alatt, vagy két hét alatt nem, nem értette, hogy... De... Na de bocsánat, mondod, de ha Vilcsában tudja, akkor ez nem biztos, hogy az ő problémája. De ugye most mi nem a Vilcsában Igen, nem világos. vagyunk, hanem, hanem nekünk három edzés alatt kellene őt is egy beépíteni, tehát azért ez sok kérdést felvet. Ráadásul igen, most mi, tényleg mindent a sikernek kell alárendelni, de, de azért én azt gondolom, hogy vannak most tehetséges beállósaink, tehát én Tóvizi Petrában is, bár, bár az utóbbi időben sajnos ő rajta sem látom a fejlődést, de a lehetőséget maximálisan, tehát ő szerintem odaérhet. Ja, hogy a jövő sárfékos. az övé, abban Igen, semmiféle én, én értem, vita nincsen, a, abszolút. Én a megoldást keresed, de nyilván, hogy mi, mi hosszabb távú. Én csak azt sem mondom, mondom, hogy nem, hogy én betele mert nem, se, sose voltam, nem is leszek edző, de itt azért nem olyan egyértelmű, hogy a legjobbak vannak azon a poszton. De én úgy gondolom, nem kell, lenni, nem kell Vilcsáig elmenni, el lehet, hogy elég lenne Vácig elmenni, mert ott mondjuk, van egy Szabó, aki, aki sajnos az ősszel nem produkált olyan teljesít, minden bízom benne, hogy, hogy ő is rájött arra, hogy, hogy ezt a válogatott mert nem ajándékba adják, és nem oda, odaadják egyszer, és az örökre nálad marad, hanem ezért meg kell küzdeni, és teljesíteni kell ahhoz, hogy, hogy, hogy bekerüljön oda valaki. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ha már most most a beálló posztot emle, említetted. A Szabó Laura nekünk termetileg hármas védő szempontjából nagyon fontos nem. lenne, de ahhoz olyan teljesítmény kell nyújtani a klubjában, hogy a kapitányok lássák benne a potenciát, hogy utána a válogatottban is tud segítségre lenni a csapatnak. Hát akkor ez egy plusz feladat, nem? Hogy ezekkel a játékosokkal, az ő klubedzőjükkel hát szempontból... is mondjuk Vácán könnyű dolgod van, nem? Az elnökkel majd Igen, De igen, akkor ezeket mind mérlegre kell tenni, és, és nagyon gyorsan uh, végrehajtani, mert nincs tényleg, idő az nincs. Időnk nincs. Idő. Tehát az, 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 az borzasztó kevés. Na, foci hasonlattal kezdtük, vagy foci például ezt az egészet fejezzük is be azzal, mert ami még nekem eszembe jutott, látva ezt a, egyébként nem csak ezt a motivációs beszédet, hanem egyáltalán mondjuk ezt az évét ennek a a futballválogatottnak valahogy az jutott az eszembe, hogy ha 20 évvel ezelőtt bármelyik kötöknek valaki ezt mondja, hogy kicsit irigykedni fogunk mi kézilabdások arra, hogy mi zajlik, akár eredmény, akár brandépítés szinten a futballistáknál, akkor azt valószínűleg megmosolyogtuk volna, és most ide jutottunk, hogy, hogy van egy, egy remek brand, egy, egy karizmatikus kapitányjal, egy csapattal, e, eredményekkel, és ezt valahogy át kéne ültetni, hogy, hogy, hogy hosszú távon, nyilván olimpiai sejtező után amikor azt tételezzük fel, és reméljük, hogy sikerrel megívjuk, akkor, akkor, ezt is feladatnak érzitek? Mert, mert azért van, tehát olyan múltja van ennek a sportágnak, és az közelmúlt, az nem távoli múlt, hogy, hogy ezt jó lenne valahogy visszahozni. Én bizony benne, hogy ennek a sportágnak nem csak múltja van, hanem jelene és jövője is. Hm. Ezért, ezen dolgozunk, hogy, hogy hosszú távú jövője legyenek a sportágnak. Ugye ennek az első lépcső foka március 19-21, ez a három mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy azért nem szabad azt elfelejteni, hogy, hogy az elmúlt húsz évben is, hogy, hogy mi történt, mert azért, azért a juniorok és az utánpótlás szintjén... Nem, nem, nem az eredményekről, bocsánat. Igen? A brand? Ez egy ez tökéletesen a... felépített brand, a magyar futball válogatott az egész. Ezen valaki gondolkodott, ezt kitalálta marketing szempontból, szakmailag, ez össze van rakva, úgy, ahogy van. Ilyennek kéne lennie. Ezzel maximálisan egyetértek, de akkor vált ez brandé, amikor jött az első siker. Tehát, ha, ha ott a fiúk annól nem jutnak ki az Erdélyre, az erdélyre akkor ez a brand az nincs most, én azt gondolom. Ez való igaz. Tehát itt is, ha lesz egy siker, akkor sokkal könnyebb építkezni, sokkal könnyebb felállítani azt, amiről te beszélsz, és egyébként egyetértek ezzel, és valóban mi is érezzük, hogy az, ami, amit talán a mi rész, mi, tehát velünk is egy picit mi felépítettünk a no játékosként, az egy picit most, tehát most a, a magyar női kézadat tényleg nem olyan megítélése van, és egyébként nekem ez a legfájóbb, elmondom, tehát ez, ez, ez borzasztó, és nem az, hogy sportvezetőként élem meg, hanem hanem mint volt játék. Hát abszolút, ez, ez abszolút tényleg nagyon-nagyon rossz, de, de az kell, hogy legyen egy kicsi siker, hogy, hogy, és talán ez márciusban lehet, hogy, hogy meghozza az áttörést, függetlenül rengeteg munka van, tehát, tehát rengeteget kell dolgozni, és, és ismét látjuk azt, hogy ezek a 20-21 éves játékosok teljesen mindegy, hogy mit teljesítettek a junior világbajnokságok, <coughs> a hazai pályán világbajnokok lettek, óriási munkát kell beletenni, hogy felnőtt szinten is ezen a szinten legyenek, és ezt, ezt nekik is el kell magyarázni, és tudomásul kell venni. Igen, meg, meg valahogy a talán a közvélemény felé is meg kell értetni, hogy, Igen. hogy azért, mert itt ilyen zajos sikerek voltak, Igen. sajnos már az inkább 20, mondjuk jó, 10 évvel ezelőtt, ez nem, nem vetül ki a, a jelenre, és, és a klub sikerek is azt, azt a ilyen délibábot keltenek az emberekben, hogy hogy... hogy jó, ja, hát nekünk ilyen jó klubcsapataink vannak, akkor nagyon jól válogatottunk is. Sajnos azért ez nem igaz. Tehát ezt, ezt, látjuk, hogy, hogy nem egyenes az arányosság. Igen, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy ö, ö, a Fradi is most esélyes, a, a, hogy bekerüljön ugye a Final forba, ba a BL Final ne... Hát azért az giga meglepetés lenne, nem? Hogyha... Fii, az esély mindig ott. Az azt megvan. mondom, tehát hogy, hogy én, én, pont ezt mondtam a múltkor, nem is tudom kinek, hogy, hogy addig ne temessünk már el valakit, ami még, valamilyen mozog. Tehát ha itt van a, itt van a mm, óriási lehetőség előtt a, a válogatott, hogy, hogy meghívja ezt az olimpiai sejtezőt sikeresen, és <coughs> az olimpián, és, és én úgy gondolom, hogy, hogy, most minden támogatást meg kell adni ennek a, a válogatottnak, és, nem kérdés. és utána, hogyha ez megvan, utána lehet brendet építeni, utána megint sik lesz kézolvamesre járni, ha bízunk megnyitnak a kapuk, tehát hogy nem zárt kapus lesznek, és utána mindenki újra ezeket a lányokat fogja ünnepelni. És a, 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 mi magyarok, a valószínűleg történelmünkből ered, hogy egy olimpiai ezüstöt kudarcként éltünk meg, egy, egy, egy világbajnoki ezüstöt kudarcként éltünk meg, holott azok most visszanézve, x év távlatából óriási sikernek ö, ö, minősíthető, de, de abban a pillanatban nem csak mi, hanem a közvélemény Jó, is hát... mindent ö, Kudarcki. Igen, de egy elvesztett döntőt nehéz abban a pillanatban már igen, igen, megélni. De... Utólag így tennénk össze. Persze, a két igen, kézzeket, bárcsak mondom, most... milyen oh, de el, lenne a döntő. Én szívesen beszélgetnénk az emberekkel, de jó lenne. Ez Igen, de sajnos ilyenek vagyunk, hogy, hogy csak, a, csak a győzelmet és csak ezt tudjuk értekelni, és ha van, van valami kudarc, akkor viszonylag a mérés. Igen, de talán itt érhetünk vissza arra, miről az előbb beszéltünk, hogyha azt látják az emberek, a szurkolók, azt látjátok ti is, hogy itt, itt most oké, okay, van egy kis vákum, de jövünk fel belőle, van egy elképzelés, van egy terv, hogy hogy lesz ebből a brand, és hogy lesz megint olimpiai, meg VB döntős csapatunk, akkor szerintem a türelem is meg lesz, nem? Bízunk benne. Igen, bízunk Az benne. egyébként visszatérve az előbb, ugye itt a klubokat felhoztat, hogy nagy probléma volt valóban, hogy a, a légiósok elveszik a helyet a magyar válogatott játékosok elől. Most azért ezt azt gondolom, hogy elég jól kezeltük itt az elmúlt években. Tehát a, nyilván a győrnek mások a céljai, és, és teljesen én külön is venném őket. Abszolút. De nincs olyan mm. magyar válogatott játékos, ha most végignézek, aki, aki ülne a padon. Igen, én ezt teljesen, egy igen, én én e teljesen egyetértek. Azért. Szerintem ez egy nagyon rossz stereotípia, mert, mert én, sem, én sem látok ilyet. Viszont a helyzetet teremt az, hogy a sok légiós által elképesztően jó klubcsapataink vannak. Ez azt az érzetet kelti az emberben, hogy a magyar Légios kézabdázók a sár, jók. Nagyon erős a magyar bajnokság, a is, bajnokság de ha nem most kiszipkáznánk hirtelen az összes, csak így az összes légióst egyik piacról a másik, és csak magyar játékosok játszanának a magyar bajnokságban, akkor azért nem lenne rózsaszín a helyzet. Nem, és nem lenne jobb a válogatott. Így van. Így van. Igen, de én nem mondanám, hogy a magyar játékosok nem jók. Ezt nem mondta senki. Nem, csak hogy mondod, hogy, 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 hogyha, hogy ugye, a külföldiek miatt jók, stb. De én úgy gondolom, hogy a magyar játékosok is ugyanolyan jók, nem feltetek el kézilabdázni. Valamit át kell bennük kapcsolni, hogy ez a küzdeni tudás, amit a román meccsen láttunk, az minden meccsen ott legyen, és hogyha a tudásukkal ez az egész párosul, akkor, akkor nagy dolgokat tudnak véghez vinni. Na jó, hát legyen ez a végszó, hogy nagy, nagy dolgokat ö, tudnak véghez vinni, és reméljük, hogy véghez is viszik először akkor március 19-én az olimpiai selejtezőn. Erika, Kati, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Bújjék, mert köszönjük. ugye ezt elsőjén láthatják először majd a kedves nézők ezt a műsort. Önöknek a figyelmet köszönjük, ez volt tehát a Kézi extra külön kiadása.